I put a spell on you. Because you're mad! Sziasztok srácok, én Mircsi vagyok, és itt van velem Lippi is, hogy ma bemutassuk nektek az Adidas legújabb cipőjét. Úgy van srácok, az Adidas igazából megtisztel minket azzal, hogy bemutathatjuk itt nektek a csatornánkon igazából az Adidas Predator cipőt, ami ugye a legújabb modell, és hát Pogbával ugye már láttatok egy videót a csatornán, de hát ezen kívül olyan ikonikus nevek hordták ezt a cipőt, mint David Beckham. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it! Zidane. Roberto Carlos popped into the penalty area towards Zidane! Awesome. Rui Costa, Michael Ballack, Frank Lampard, Steven Gerrard. 4 minutes. Oh, it's 4 minutes. Gerrard! He's got it! Mesut Özil, Xavi Alonso. I think they took themselves here. Alonso. Oh my goodness! Xavi, Kaká, aranylabda, úristen, rengeteg, rengeteg. Nem rossz nevek azért, nem rossz nevek. Nem rossz nevek, te jó. Neked van esetleg valami emléked ez a cipőhöz kapcsolódó? Hát rengeteg emlékem van, de kettőt is ki fogok most emelni. Az egyik az, hogy Zinedine Zidane ugye a VB döntőben 2006-ban, ami nem úgy sikerült, tudjuk azóta, de 2006-ban a VB döntőben volt egy 11-ese, amit úgy lőtt meg az abszolút nevű Predator cipővel, hogy ugye Panenka volt, ami amúgy a legjobb 11-es volt. A legrizikósabb is. Az a legrizikósabb, és hát nagyon flagban volt, de ugye Buffon állt a kapuba, hát azért, hogyha ember ellen megpróbálsz lőni, igen, bátor. És úgy jött ugye neki, hogy eltalált a felső léce, bepattant a gólvonal mögé, majd onnan kipattant. És annyira durva volt látni, hogy még ő se hitt el, és végignézte, és mikor kipattant a gólvonalról, de már tudta, akkor tette fel a kezét, hogy megvan. Hát mondom, te jó Isten! A másik meg, hogy nekem személyes kedvencem pont ugyanez a cipő, ugyanis a legelső ilyen dupla világkört, amikor elkezdtem freestylezni, ebbe csináltam meg. Úgyhogy imádom. Már nem vagy fiatalabbul is. Hát igen, öregek vagyunk. Hát nekem ez a cipő, ez nekem abszolút összeköthető Beckhamnek a nevével. De gyakorlatilag szerintem ő az, aki miatt elhíresült ez a cipő. Ugye az óriási szabadrugásai miatt, meg alapvetően ahogy hordta ezt a cipőt, teljesen máshogy hordta, mint mások. Le volt feszítve a nyelv, teljesen felhúzott botni. Szóval igazából az ember divatot teremtett. Így van, hát egyszerűen ugyanezt érzem amúgy a teaser videó kapcsán, ugye, amit láttatok nálunk szerdán a csatornán, hogy ugye tipikusan Pogba is ezt az irányt próbál meghúzni, hogy divatot teremtsen ezzel a cipővel, megfogta, beült, megmutatta a csukát, utána pedig keresztbe tette a lábát, és mondjuk egy kicsit olyan érzésem volt, mint hogyha Zlatánt hallgatnám, csak egy fiatalabb kiadásban, hogy elmondta, hogy azért fogod ezt a cipőt hordani, mert én hordom. Brutális a csávó. Van arc. Van arc. Na hát akkor beszéljünk egy kicsit a cipőnek a történelméről, meg pár technikai részletről. Ezt inkább átadnám neked, mert kicsit jobban otthon vagy benne, mint igazából bármelyiknek, úgyhogy... Így van, amúgy otthon nagyon-nagyon sokat néztem utána ennek a cipőnek, szóval most már nagyon-nagyon képbe vagyok. Képzeljétek el, 1994-et kell, hogy írjunk, jön a világbajnokság, és az Adidas kidobja az első Predator cipőt. Annyira működött ez a dolog, és annyira jó húzás volt ez a cipő, hogy 95-ben kijött a Rapier, ami a vívó tör, igazából ezt lehet lefordítani magyarra. És ez volt az első futballcipő, ami tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy megreformálta a futball történelmet. Ez egy ilyen igazi klisé most tőlem. De tényleg így volt, ugyanis ez volt az első Adidas focicipő, meg az összes focicipő közül az első, ami különböző színekben volt elérhető. Volt fekete, ami a klasszikus, volt fehér, ami most már mondhatjuk, hogy klasszikus, de akkor még nagyon nem volt az, illetve kijött teljesen piros színbe, ami szerintem még most sem klasszikus, mondhatjuk azt. És ez a hagyomány folytatódott, hogy a 98-ban a híres Accelerator modell Beckham révén, majd utána jöttek a 2000-2002-es években a Precision és a Mania az irányítósávokkal, utána jött a számomra nagyon-nagyon kedves Absolute, a 2006-os világbajnokság cipője, majd utána egy kicsit így lejjebb vittük a szintet, jött a Predator X 2010-ben, majd jött az LZ, ami 2012-ben Beckham utolsó cipője volt, egy könycsepp. Majd jött 2014-ben ugye a brazil világbajnokság, ahol így néztem a modelleket így még a VB előtt, és akkor kidobja az Adidas, hogy Predator Instinct. Na mondom, mit jelent ez a szöveg? Ránézek, kihalás. Mondom, ti ki fogjátok vonni ezt a cipőt a köztudatból? Hát mondom, vakartam a fejemet, de
Szerencsére 3 év után, 2017 visszatértünk. Hála Istennek, úgyhogy ha már itt vannak a 2017-es modellek, akkor beszéljünk is róluk egy kicsit. Ugye, mint látjátok, nekünk itt kettő van. Az egyik a 18 plusz, a másik pedig a 18.1. A kettő között annyi a különbség, hogy a 18.1-esben van cipőfűző, a másik meg ugye a szokásos zoknicerű cipő. És még különbség a kettő között, hogy ugye ennek egy sima, hagyományos doboza van, hát ennek pedig egy kicsit irányabb. Így van, tehát az enyémnek egy kicsit díszdoboz jellege van, és ezért is imádom. De hát szerintem amúgy bontsuk is ki, mert nem akármi van benne. Úgyhogy szerintem amúgy nem tudom, melyikkel kezdjük. Ez most jó kérdés. Hát szerintem a... Fiékőpapírolóval kezdem. Jó, így, jó. Kőpapírolló. Jó, oké. Na, figyeljetek, ez nem akármilyen lesz. Tehát a cipő... Ja, igen, rá van írva egy Predator, mintha nem tudnám. Na, sok cipő között ott azért meg kell találni. És úgy működik a dolog, hogy egy mágnessel le van tapasztva ide a doboz eleje. Kinyitom, és hogyha van Isten, akkor nem fog kiesni. És nézzétek, figyelj! Előre tolódik a dobozba, könnyebb kivenni. Kivenni a cipőt. Lenne egy kis füst benne, meg fények. Így van, akkor... így van, egy kis füst, fények, tényleg ez az egy hiányzik. Amit viszont amúgy most egy kicsit negatív leszek, ami probléma, hogy vissza nem megy. Kibontam most már én is, ha lépítő van rajta. Ez ugye egy picit egyszerűbb. Fogod magad, aztán kinyitod a dobozt, és itt is van, aminek itt kell lennie. Ugye az Adidas ad a cipőhöz egy ilyen tartózsákot, amit a nevezés óta megtartottak, amit szerintem nagyon jól tette. Így van, hatalmas nagy pluszpont. És itt van a cipő is benne. Nem csika. Amúgy hatalmas pluszpont a tornazsák miatt, a pluszos modellben is benne van. Annyi a két tornazsák között a különbség, hogy a pluszosnál mind a, hogy mondjam, a bal és a jobb oldalnak van egy bal oldali, illetve egy jobb oldali szitja, amúgy ugyanúgy néz ki a kettő. És hát most ez nem is kell már nekünk. Ami még benne van a pluszos dobozban, az az, hogy van a cipőhöz egy-egy talbetét pluszba, ez nagyon-nagyon jó. És hát van hozzá egy kicsi ilyen üdvözlőkártya, illetve cipőnyelv, mert a fűző nélküli igazából nem tudod megkötni, valahogy bele kell pluszkolnod a lábadat, úgyhogy ez nagyon-nagyon hasznos. Még egy pluszpont. Itt vannak a cipők, na most első benyomásom róla, jó, már láttam párszor, mit hozzak, az az, hogy nekem nagyon-nagyon bejön a színvilág, én teljesen ezt vártam, illetve én már igazából április óta követtem, hogy mi lesz az észtek a továbbfejlesztése, és én megmondom elsőre, tök őszintén mondom, hogy nekem a pluszos modell sokkal, de sokkal jobban tetszik, mint a fűzős. Hát nem tudom, én egy kicsit ennél konzervatívabb vagyok, vagy nem is tudom, én nekem azért tetszik, hogyha van a cipőben egy fűző, mint ahogy az eddig is volt szinte mindig. Meg hát nem tudom, az a magas szálló, ez nekem egy... Hát igen, azért elmondhatjuk, hogy aki a régi Predatorokat szereti, és most rögtön át is hozzuk, ugye az első dolog, amit hiányol az ember a cipőről, hogy nincs rajta, és most figyeljetek, gyűlöltem, az a brutális, orbitálisan óriási fűzőtakaró nyelv. Végre megszabadultunk ezektől a problémáktól. Te ezt mondod, én meg azt mondom, hogy az volt a legjobb gondban a cipőben, meg az volt a Predator, de... Ó, de jó iszaga van. Szóval, aki az újakat szereti, az vegye meg igazából, vagy szerezze be az újat. Nekem nagyon-nagyon bejön, hogy nincs benne nyelv. Én ismerem azt teljesen, persze lehet, hogy rossz a lába, vagy a lábfejem, de az, hogy a nyelv össze-vissza csúszkált, miközben futottam, és akkor egyszer lekerült a külsőmre, és mondjuk amikor lőttem benne, és odafattant, akkor még fájt is. Én nagyon örülök, hogy az Adidas igazából már egy-két év óta, pont az ész 16 kapcsán akkor jött ki ugye a fűző nélküli modell először, hogy elhagyta a cipőfűzőt, meg a nyelvet, és ez nekem hatalmas nagy pluszpont. Persze neked nem. Új időket érünk, úgyhogy ez van. Rajtatok a sor, hogy eldöntsétek, hogy nektek mennyire tetszik az új Predator, úgyhogy most indítunk egy szavazást, döntsétek el. Ha megnézik a cipőt messziről, szinte egy az egyben a 16-os ész modellt láttam magam előtt. Olyan érzésem van, mint hogy a 2017 kapcsán, és ez volt az érzésem, amikor a 17-es ész voltam, hogy mintha Paul Pogba egy kicsit eltévedt volna a Manchester United rettegett Old Trafford pályáján, és nem találtam volna meg az összhangot a cipővel, és mi felhasználók sem találtuk meg vele az összhangot, és úgy érzem, hogy az Adidasnak a mérnökeit nagyon-nagyon jó cipőt tudtak legyártani számára, ugyanis a 16-os ace modell szerintem egy nagyon jó verzió volt,
Illetve azt látom, hogy az LZ Predatornak a zónás kialakítása itt van a cipőn, és mi még lehet a különbség? Hát ugye, hogyha megnézzük a cipőt, akkor a talpán láthatunk egy kis érdekességet, hogy ugye az észhez képest ugye eltűntek a kerek stoplik, viszont ezek a szögletes stoplik ugye a Predatornak a sajátjai, hiszen ez volt az első olyan modell, ami elhagyta a kerek stoplikat. Ez azért elég hatékony lehet szerintem, hogy kicsit jobban bele vésődik a fűbe, ez is topi, nem csúszkálsz, jobban tart a bokádat, úgyhogy szerintem ez nem egy rossz dolog. Így van, amúgy, hogyha nézitek a cipőt, akkor igazából szembetűnő különbség a két modell között nincsen, ugye ez nem fényes arany, ez teljes arany. A stoplik a pluszos modell esetén átlátszóak, de hát futás közben senki nem látja. Illetve ami nagyon nagy különbség, hogy a pluszos modell boost alpat kapott. És emellett nem mehetünk el szó nélkül. Szerintem sem, ez egy nagyon jó dolog. Itt is az van rajtunk, és brutálisan király dolog, szóval ha tehetitek, akkor használjátok ilyet szerintem. Így van, nagyon-nagyon sok mindenben segít ez. Tehát elsősorban arra találták ki a boostot, hogy csökkentse a terhelést, ami a lábadra hat folyamatosan, és itt ugyanezt kapod meg. Most elmondom a gyakorlati hasznát. 90 perc alatt, miközben egy egész futballmeccset végigjátszol, ebben a cipőben nem fogsz annyira elfáradni, mint ebben. És ez nagyon-nagyon fontos. Na hát, hogyha így megnézem a cipőnek a sarkát, akkor ez nekem kicsit másnak tűnik, mint amilyen az ész volt. Ugye ez megint egy kis technikai részlet, úgyhogy megint átadnám neked a szót, hogy mondjál róla pár dolgot. Igen, hát hogyha megnézitek a tetejét a cipőnek, sokkal, de sokkal magasabb a szára, mint a 17-es észnek, meg amúgy, mint a korábbi észnek modelleknek. Ennek az az oka, hogy azért le magasabb a szára a cipőnek, hogy jobban tartsa a bokádat, jobban rásimuljon ide a sípcsontodra is akár, és ez nagyon-nagyon jó, mert egy olcsó kategóriás zoknival is, nem kell 10 000-eket költenöd zoknira, bármivel tudod hordani a cipőt, úgyhogy egy hatalmas pluszpont, illetve a sarokról tudnánk egy kicsit még beszélni, sokkal merevebb lett a kialakítása, mint az észnek. Eltűntek a fölösleges varrások a cipő sarkának a közepéről, illetve én azt mondanám, most ez lehet, hogy csak az én meglátásom, hogy a két modell között az a különbség, azon kívül, hogy megint ugye matt arany, meg fényes arany, hogy itt vannak ilyen kis irányító sávocskák, vagy valami nagyon hasonlók, ami miatt, hogyha sarkadra érkezik a labda, akkor könnyebb levenni a labdát. Én úgy érzem, hogy ez a réteg sokkal, de sokkal jobban tapad, mint a pont egyes verzión, és szerintem alá tudod támasztani. Igen, ez egy kicsit ilyen mattosabb anyag, még ez egy picit jobban tapad szerintem. Igen, tehát ez azért csúszik rendesen, viszont ez nem csúszik annyira. Beszéljünk egy kicsit a cipőnek a felső részéről, mert említettük korábban, hogy ugye hatalmas nyelv volt a korábbi Predatorokon, ami alul egy gumiszalaggal volt rögzítve. Na most ennek az volt az értelme annó, hogy mondjuk Zidane ikonikus kapáslövése esetén a Bajnokok Ligája döntőjében, ugye nem tud a cipőfűzőn irányt változtatni a labda, hanem a hatalmas nyelv leburkolja azt. Ugyanazt kapjuk ebben az esetben, csak ugye már nincsen fűző, meg nincsen nyelv sem, könnyebb lett a cipő. Így van, és azért, hogyha most nézegetem a cipőt, meg a fűzőt, hogyha benyúlok alá, akkor így azt érzem, hogy nem biztos, hogy ilyen óriási különbség lehet, hogyha kiveszem ebből a fűzőket. Viszont a fűző arra jó lehet, hogyha esetleg valakinek vékonyabb lába van, akkor ugye jobban meg tudja húzni a cipőt, jobban rá tudja húzni a lábára, viszont a vastagabb, akkor ugye ki tudja lazítani, kicsit nagyobb szabadságot ad így a fűzőnek a használata. Most pedig körülbelül 2 percen keresztül kb. Reppelni fogok a cipőnek a borításáról. Most megnézzük a két modellt, tehát most ti nem fogjátok érezni, de a 18.1-es modell esetén ez a felület Control Skin természetesen, de azon belül is sokkal keményebb, bőrhatásúbb ez a felület. A pluszos modell esetén pedig nagyon-nagyon puha, nagyon lágy. És itt, mintha nem tudom, nekem egy első érzésre ez egy kicsit vastagabbnak érződik, mint ezen, de tényleg nagyon durván lágyanyag volna. Igen, és amúgy megmondom őszintén, hogy elsőre nem tudom, hogy mi igazából ennek az értelme, hogy itt egy másfajta anyagról van szó, mint a pont egyes modell esetén, és hát az oldalán teljesen új dolgot tapasztalunk, új irányítósávokat kapott a cipő, ami amúgy nem is igazából irányítósáv, tehát nem ezek a hagyományos kemény gumi elemek, hanem ilyen háromdimenziós élek. Ha most így ránézek ezekre az irányítósávokra, vagy életre, nem tudom, hogy mondjam, nem igazán látom, hogy ennek mi haszna van. Nem igazából nem vagyok mérnök, szóval... Na, én pedig srácok, az vagyok, úgyhogy el is kezdem a mesét. Itt van
a 17-es ace modelletek, mondjuk a Pyrostorm, jön a labda, mondjuk passzolják nektek, rásik, és visszajön belőle. Tök mindegy, hogy hogyan képzeljétek el, hogy mondjuk ez egy ilyen kicsit kerekebb modell, elpattan róla a labda, és nem igazán tudod kontrollálni. Az irányítósávnak ebben az esetben az az értelme, hogy mondjuk képzelj egy ilyen sarkat, ugye egy irányítósáv, még egy, jön a labda, és hát le tudja lassítani a labdának a mozgását. Könnyebben le fogod tudni venni a labdát, ezáltal, hogy rajta vannak a cipőkön ezek a kis élek. Az irányító sávoknak nem csak ugye a labda kezelésénél van értelme, hanem pontosabb lövést, passzokat, íveléseket tesz lehetővé, és hogyha megnézzük a cipőt, mind a kettőt, akkor a cipőre bárhova ránézünk, külsőre, orra, belsőre, de a belsőnek két külön része is van, megtaláljuk ezeket a kis éleket. Így van, és nekem így elsőre az jut eszembe róla, a belső részről, hogy ez a csavart labdánál ez nagyon-nagyon sokat segíthet majd. Én egy picit így a belsőmhöz közelebb lövöm meg a labdát, de inkább az orrához közelebb kell. Ezért is jó, hogy ugye mind a két részénél van a cipőnek ilyen ív. Így van, meg amúgy a knuckleballra visszatérve, hogy ez mindig egy jó téma, hogy igazából az első predátorok lesznek, amikkel ezt a technikásabb knuckleballt fogják lőni, és én azt mondom, mintha egy kicsit a mérnökök direkt erre számítottak, ezek az irányítósávok, hogy élek, itt pontosan úgy vannak kialakítva, hogy ide bele kell, hogy illeszkedjen a labda, és úgy fogod tudni pontosabban meglőni ezt a lövést. Visszatér az idának a kapás lövéséhez a Bajnokok Ligájában, most már soha nem tudjuk meg, de mi lett volna, hogyha nem predátorral lövi meg? Lehet, hogy fölé megy, lehet, hogy lecsúszik a lábáról a labda, és lehet, hogy nem lesz mondjuk Bajnokok Ligája győztes. És a modern futball erről is szól, hogy a pici, apró távolságokat, ezek a fejlesztések, a cipő, az irányítósávok, a fűzőnélküliség, nincs hát a nyelv, a saroknak a kialakítása, hogyan tudja befolyásolni. Például a te esetedben mondjuk, felfedeznek-e vagy sem? Bekerülsz-e mondjuk egy profi akadémiára, vagy maradsz a helyedet? Egyáltalán győztes leszel-e, vagy vesztes? A focicipőnek a feladata a modern futballban az, hogy a hibáidat, a hiba lehetőségeidet a lehető legminimálisabb szintre tudja csökkenni, vagy akár redukálja, és a végén a meccs után azt tud mondani, hogy minden csak és kizárólag saját magadon múlt, és nem tud a cipőre fogni, hogy nem ment, mert a cipő miatt nem. Köszi srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, illetve kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, írjátok le kommentben, illetve hogyha van valami kedves emléketek a Predator kapcsán, egy játékos, egy mérkőzés, egy gól, egy mozdulat, azt is várjuk a komment szekcióban, iratkozzatok fel, sziasztok! Sziasztok!